Létezik egy rendezvény, amely elsősorban az egészséges és tudatos táplálkozás híveinek szól, és amely egyre növekvő táborának köszönhetően lassan a harmadik helyszínt is kinövi. A csakamentes tavaszi vásárán a Dürer kertben jártunk. Először járok ezen a rendezvényen, vagy eseményen, de azt tudom, hogy már olyan nagy a híre, és talán a múltja is, hogy egy helyszínt már biztosan kinőttetek, ugye? Vagy lehet, hogy többet is? Mióta van a csakmentes? 2017. decemberében volt az első rendezvényünk, egy karácsonyi vásár, az a Bio rendezvényközpontban volt. Ott már az első rendezvényünkön 2-3 ezer fő vett részt. Utána költöztünk a Dunapalotába, ott 3 rendezvényen vagyunk túl, és most költöztünk a Dürer rendezvényházban, és akkor itt tart az esemény most. Most ezt kéne kinőni legközelebb. Így van. Mikor fordult meg a fejetekben először az, hogy egy ilyen rendezvényt létre kéne hozni, egyáltalán hogy kezdődött? 2017-ben találkoztunk Andival, ahol mind a kettőnk ugye már nagyon régmúltra tekinthető a mentes világban való múltunk, és ott akkor felhoztunk olyan problémákat, amire megoldásokat szerettünk volna találni, és nagyjából hasonló problémákat hoztunk föl, és ezt úgy láttuk, hogy akkor itt találkozik a nézőpontunk, és itt találtuk, hogy akkor kell hoznunk valamit, ami segíti a mentes világot, és ekkor hoztuk létre csak a mentes brandet, ami arra szolgál, hogy segítsen az egészségtudatos embereknek, és a tudatos embereknek, illetve mindenkinek az, aki egy kicsit meg szeretné változtatni a táplálkozásmódját. Milyen körben hirdettétek, vagy kellett ezt hirdetni, népszerűsíteni egyáltalán, hogy megvolt már az a kapcsolati tőke, vagy az ismeretségi kör, akivel el lehetett indulni? Hát ugye 2017 óta, amit ezt csináljuk, nagyon sok ember csatlakozott szerencsére hozzánk, mi ezt úgy hívjuk, hogy a kis mentes közösségünk, nagyon sokan csatlakoztak hozzá, de természetesen mi azt gondoljuk, hogy azért, mert egy rendezvény jól sikerül, ettől még nem kell hátra dőlni, hanem minél több emberhez el kell jutnunk, éppen ezért folyamatosan és állandóan hirdetjük saját felületeinken is, illetve partnereink felületein, illetve nagyon sok médiában is megjelenünk. Mekkora részetek van abban, hogy ilyen viharos gyorsasággal terjed ez a szellemiség, vagy ez a fajta életmód? Nyilván benne vagytok nagyon, de tőletek függetlenül is alakul ez, gondolom. Tehát ez egy trendi dolog, vagy rádönnek bennek az emberek, hogy ez jó és fontos? Igazából manapság tényleg trendivé kezd válni. Mi arra szeretnénk törekedni, hogy mi megmaradjunk hiteles forrásként, hiszen a rendezvényeinken is csak is ellenőrzött kiállítók vehetnek részt, és a szakmai csapatunk segítségével szeretnénk egy olyan hiteles információbázist kialakítani, amivel tényleg valóban tudjuk segíteni az érintett embereket is. Nektek kell keresni a partnereket, vagy most már ők jönnek hozzá? Szerencsére már nem nagyon kell keresni, viszont mi is nyitott szemmel járunk, hiszen mindig szeretnénk valami újat bemutatni a látogatóinknak és a követőinknek. Mennyire széles a kör, vagy a termékpaletta, ha úgy tetszik, hiszen itt nem csak táplálkozásról van szó, hanem sok minden másról is. Igen, nagyon sokféle mindent meg lehet itt találni. Vannak tisztítószerek, akár kiemelném például bambusz fogkefét, ami ugye egy nagyon szuper kis dolog, és tisztítószerek, egészségmegőrző termékek, igazából minden, ami a mentes világban szükséges, legyen ez tisztálkodás, legyen ez tisztítószerek, ételek, bármi megtalálható itt a mi rendezvényünket. Illetve még az előző kérdésedet hozzátennék, és egy nagyon fontos dolog, és az Anni mindig el is szokta ezt mondani, hogy nagyon sok cég nálunk debütál. És ezt egy nagyon fontos dolog elmondani, hiszen nagyon sok termelő, vagy olyan ember, aki behoz termékeket, már ezt jól látja, hogy a csakamentes olyan brand, ahol érdemes bemutatni először a termékét. És ez az Anni ezt mindig is szokta mondani, hogy ezt mi nagyon szeretjük, először mi mutatjuk be ezt a terméket. Mennyire vagyunk mi élenjárók, vagy mennyire haladunk a korral, ahogy teszik mi magyarok? Hát olyan magyarosan, de haladunk, és mi is erre szeretnénk törekedni, hogy kicsit felpörgessük ezt a tempót, ezért jövő hónapban az Olival meg is látogatunk egy külföldi hasonló tematikájú rendezvényt is, kicsit meglásni az ottani trendeket, és azokat behozni Magyarországra, úgyhogy igyekszünk felpörgetni. Magyarországon van olyan cég, akit szeretnétek már viszont látni a saját rendezvényeteken, de még esetleg nem sikerült őt elhozni, akár a tematika, akár a kínálat, bármilyen oknál.
Hát én azt gondolom, hogy a létező összes fajta féle mentes kiállítóval már dolgozunk együtt. Én nem nagyon tudok olyat mondani, hogy még nagyon-nagyon szeretnék, és ő ideig nemet mondott nekünk, hiszen látják az erőt szerencsére csak a mentesbe, és látszik tényleg azt a szívlelket, amit mi beleteszünk, hogy ők szeretnek itt lenni velünk. De mint ahogy a Andi mondta, természetesen nyitott szemmel látunk, mert fontos számunkra az, hogy az összes olyan mentes kiállító, aki meg szeretne élni a piacon, vagy segítséget tud nyújtani a mentes, tudatos embereknek, azok itt legyenek jelen, hogy megismerjék őket a látogatóink. Látogatószámot mértek? Nem vezettek valamiféle statisztikát, hogy hol tart a látogatottságotok? Természetesen ez folyamatosan, ugye szükség is van rá biztonsági ok miatt is, és mindig követjük ezt. Idei rendezvény kicsit azért másabb, mint a többi. Az előző rendezvényen több mint 6-7 ezer ember látogatott el. Az idei rendezvényünkön, hát most ugye nem tudjuk még zárószámot mondani, de jó pár ezer fölött vagyunk ezen a rendezvényen is. Igazából ez a rendezvény már fizetős lett. 1000 forint volt a belépő, nem azért határoztuk meg ezt a belépő összeget, mert szerettünk volna ebből úgymond plusz bevételt szerezni, hanem fontos volt számunkra az embereknek a szűrése. Éppen ezért belépős lett a rendezvény. Számítottunk rá, hogy lesz ezért egy kis visszaesés, de ahogy látom, most nem történt visszaesés az látogatók számában. Ez, ha jól tudom, a tavaszi vásár, ugye? Ez azt jelenti, hogy minden évszakban van egy ilyen rendezvény, mert akkor az érdeklődés iránta? Az érdeklődés az hatalmas, kb. Minden hónapban elvárnak, hogy szervezzünk egy ilyen rendezvényt. Sajnos ugye ez nagyon sok előkészülettel és munkával jár, úgyhogy jelenleg egy évben 4 rendezvényünk van, ez a tavaszi vásár és a húsvét is egyben. Mindig igyekszünk valami ünnephez is hozzákötni, hogy egyrészt ugye segítség legyen az embereknek, hogy a nagy bevásárlásukat itt el tudják végezni. Valamint idén lesz egy őszi vásárunk, az szeptember 28-29, és egy karácsonyi vásárunk, az pedig december 7-8, és ami idén újdonság lesz, az májusban lesz a szépségnap. Idén először Magyarországon kerül megrendezésre ez a szépségnap, ahol tényleg csak natur, bio és természetes termék, szépségápolási termékek lesznek majd. Akkor ott újra találkozunk véletlenül. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!